A Színház és Filmművészeti Egyetemen 3 évvel ezelőtt diplomázott Kölcsey Levente, ezúttal Dunaújvárosban szeretne alkotni. A körülbelül 15-20 perces kisfilmjét helyi diákok közreműködésével kívánja megvalósítani. Az elmúlt napokban stábjával bejárta a városi középiskolákat, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a szereplési lehetőségre. Kölcsey Leventével beszélgettünk. Ez egy kisfilm, 15-20 perc. Igazából a középpontjában egy iskolai szünet van, tehát egy 15 perces szünet, és egy konfliktust, teljesen általános konfliktust mutat be egy diák meg egy tanár között, és ehhez keresünk most szereplőket itt a szakközépiskolában, aztán majd lehetséges a gimnáziumban, valamikor március végén fog ez készülni. Miért éppen Dunaújvárosra esett a választás, hogy innen toboroztátok a gyerekeket? Hát így voltunk több helyen, tehát hogy voltunk Székesfehérváron, meg Pécsen, meg néztünk Budapesten is helyszíneket, de valahogy így vizuálisan itt volt a leginkább kedvező, több szempontot kell ugye ilyenkor figyelembe venni, és itt találtuk meg azokat az iskolákat, meg helyszíneket, amik így vizuálisan szerintünk ez jó lenne ez a filmhez. Melyik iskolákban lesznek majd a helyszínek itt a városban? Hát van itt a régi Bánki, ami ugye innen nincsen messze, akkor van a Ludasnak az iskolája, és a Dunafernek a vasműtéri iskolája, ez a 3 helyszín. Ugye említettük már korábbi beszélgetések során, hogy Őzáron is szerepet kap majd ebben. Egy kicsit meséljünk erről. Most fogunk vele készíteni egy próbafelvételt, majd csütörtökön lesz vele egy felvétel, ahogy megnézzük, hogy milyen szerepre illene inkább bele. Ezt gondoltunk rá, már amikor kiválasztottuk ezt a helyszínt, hogy nagyon jó lenne valakit, aki helyben jártas, meg ismeretes adott esetben felkérni. És akkor megkerestük, és ő elég nyitottan állt ez a felkéréshez, meg kedve is van hozzá, úgyhogy várjuk vele így a közös munkát. Egy nagyon jó karakter alapvetően, egy jó színész. Úgy gondoljuk, hogy ezt nem hiszem, hogy kell így bizonygatni itt Dunaújvárosban, és akkor ezért szerintem pont bele fog illeni ebbe a kis világba, amit próbálunk teremteni. Összességében körülbelül mennyi diákra lesz szükségetek? Tehát, hogy van ebben a filmben egy 15-20 fős osztály. Ezen kívül van egy viszonylag nagy folyosói jelenet, ahol vagy 80 diákra számítunk. És ezen kívül van ugye egy kiemelt főszereplő, aki valahogy a történetnek a középpontjában áll. Úgyhogy mindenkit bátorítunk, hogy jelentkezzen, hogyha találkozik így a felhívásunkkal. Most zajlik ezen a héten is ugye a felhívás időszaka, utána hogyan történik majd a kiválasztás esetleg? Hát most egyelőre ugye végigjárjuk az összes iskolát, és akkor aki jelentkezik, arról készítünk pár fotót. Itt valószínűleg ennek a hétnek a közepe végére kialakul egy adatbázis, és akkor ebből elkezdjük leszelektálni azokat, akiket majd vissza fogunk hívni, és akkor ott egy 15-20 percet beszélgetünk mindenkivel egyesével, meg lesz valami kis feladat, amit is szeretném majd velük megcsináltatni. És akkor utána az nyilván már megint egy ilyen szelekciót jelent, és az utána követi, attól függően, hogy szükséges, ha még egy kör, akkor még egy kör, ha nem, akkor már sokkal precízebben már csak valószínűleg a főszereplőkre fogunk koncentrálni, hogy az meg legyen minél előbb. Említettük, hogy ilyen 15-20 perces filmről van szó. Mekkora előkészület szükséges ehhez? Körülbelül hány fős itt a szakmai stáb? Hát nagy. Tehát, hogy ez egy nagyon precíz, nagyon hosszú, sok körülményt figyelembe vevő folyamat alapvetően. Most mi már lassan 2 hónapja dolgozunk, hogy ez így összeálljon. Magából a kisfilmből fakadóan, meg az, hogy itt 3 napot forgatunk, ezért a stáb se lesz mondjuk egy ilyen Terminátor méretű óriás stáb, de ilyen 20-30-an világosító grippesek, kellékesek, tehát hogy minden egyes szakterület, ami kell egy rendes forgatáshoz, az itt is meg lesz, csak nem olyan nagy
számban, mint hogyha mondjuk egy ilyen nagy filmre gondolnánk. Kölcsei Levente azt mondta, március utolsó napjaiban forgatják le a kisfilmet, amely egy iskolai szünetet mutat be egy érdekes történettel.